Üdvözöllek téged, Lila Sukadász vagyok Krisna völgyből. A mai témánk a Bhagavad Gita-ból, hogy hogyan lehet a vágyainkat beteljesíteni frusztráció nélkül. Mindannyiunknak vannak vágyai, és mindannyian szeretnénk, hogy ezek a vágyak beteljesüljenek. De hogyan tudjuk ezt a leghatékonyabban megtenni? Ha te is szeretnél esetleg csodákat tapasztalni az életedben, és szeretnéd, hogy ezek a csodák ne keveredjenek frusztrációval és mindennaposak legyenek, akkor praktikus betartani a Bhagavad Gita javaslatait. A Bhagavad Gita három dolgot javasol azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Az első, hogy kell tudnunk, hogy mit akarunk pontosan. És nem, hogy csak kell tudnunk, hogy mit akarunk, hanem arra is kell fókuszálni. Tehát az első összetevő, ez a fókusz. Azt mondja Bhagavad Gita, vyavasáját mikábut hír, ékéha kuru nandana. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki tudja, hogy mit akar, ékéha az azt jelenti, hogy egy pontra szögezi a figyelmét, akkor nagyon hatékony tud lenni ebben. Szeretnék elmesélni nektek egy nagyon érdekes történetet, amit most az elmúlt hétvégén hallottam az Ajurvéda hétvégénk egyik résztvevőjétől. Volt egy család, aki Szlovákiából érkezett az Ajurvéda hétvégére, és ők mesélték, hogy hogyan találkoztak először Krisnásokkal, hogyan kapták meg a Bhagavad Gítát. A hölgy már hallott korábban a Bhagavad Gítáról, és tudta azt is, hogy a Krisna hívők terjesztik ezt a Bhagavad Gítát. De Szlovákiába nem tudták beszerezni, és pont a férje jött Nyíregyházára. Ez tavaly télen volt, decemberben, és mondta a férjének, hogy hozzon neki egy Bhagavad Gítát Nyíregyházáról. De akkor kérdezte tőle a férj, de honnan hozzak neked? Nem lehet könyvesboltba kapni, krisnásoktól lehet kapni, de honnan, hogy fogok velük ott találkozni? Nincs ott egy központjuk. És mondta a feleség, hogy próbáld meg, hozzál nekem egy Bhagavad Gítát. És akkor férfi, akkor próbálta teljesíteni a feleségének a vágyát, és akkor intézte a dolgait Nyíregyházán, és elment a délelőtt, és elment a délután, de nem találkozott krisnásokkal. És végül a nap végén elment a Tesco-ba, hogy ott bevásároljon, és már éppen készült, hogy induljon haza a Szlovákiába, és akkor az egyik kollégám, Tukarán Prabhu megkopogtatta az autójának az ablakát, ő letekerte az üveget, és benyújtotta neki a Bhagavad Gítát, hogy szeretné-e megvásárolni. És először nem hitte el, hogy ilyen van, és akkor kiszállt a kocsiból, és mondta, hogy pont a Bhagavad Gítát kereste, mert a felesége nagyon szeretett volna kapni egy Bhagavad Gítát. Honnan tudta, hogy neki erre van szüksége? Mondta, hogy ő itt mindenkinek ossza a Bhagavad Gítát, de gyakorlatilag akkor összetalálkoztak. És ez jelenti a fókusz, hogy amikor valaki akar valamit, és szeretné azt megkapni, akkor Krisna fog neki segíteni. Ez az első dolog, hogy kell tudni, hogy mit akarunk. A másik dolog, hogy Krisna a legfelsőbb személy fog segíteni, fog elrendezéseket tenni. Ugye, hogyha valaki valószínűség számítás alapján szerette volna kiszámítani, hogy mennyi a valószínűsége, hogy ez az két ember találkozni fog, akkor elég kicsi a valószínűsége. De a legfelsőbb személy kegyéből, Krisna kegyéből ez lehetővé vált. És a harmadik dolog, ami kell ehhez, hogy kell erőfeszítést tenni. Tehát ő erőfeszítést próbált találkozni Krisna hívőkkel, de az az erőfeszítés nem volt sikeres, de akkor végül Krisnának a elrendezéséből akkor tudtak találkozni. És hogyha mi tudatosak vagyunk előre a három elvről, hogy pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk, hajlandó vagyunk erőfeszítést tenni érte, és bízunk a legfelsőbb személy elrendezésében, segítségében, akkor a vágyaink be tudnak teljesülni frusztráció nélkül. Mert azokban a vágyakban keveredik frusztráció, amit a ő jóváhagyása nélkül próbálunk beteljesíteni. De hogyha a vágyainkat a legfelsőbb személy
jóváhagyásával, vagy az ő vágyaival kapcsolatban próbáljuk beteljesíteni, akkor nem lesz benne frusztráció. Szeretnék még egy pár szót szólni a frusztrációról is, hogy mikor lehet azt tapasztalni. Ugye igazából nem szeretnénk azt tapasztalni, miért van az, hogy mégis tapasztaljuk. Szeretnék elmesélni egy második kis történetet, amihez szükségem van egy kis pohár vízre. És ez arról szólt, hogy egy tanár bement az osztályba, és akarta diákoknak tanítani egy nagyon érdekes leckét. És kérdezte tőlük, hogy mit gondoltok, hogy ez a pohár víz, ennek a pohár víznek mennyi a súlya? És akkor elkezdtek találgatni a diákok, hogy fél kiló, 60 deka, 1 kiló, és akkor próbálták belőni, hogy pontosan mennyi a súlya. És akkor a tanár meghallgatta a válaszokat, és mondta, hogy igazából nem az a legfontosabb, hogy hogy ennek mennyi a súlya. És akkor kérdezte tőlük, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a pohár vizet én egy percig itt tartom a kezembe. És akkor az egyik diák mondta, hát semmi nem fog történni. Akkor tovább kérdezte őket, hogy mi van, hogyha én ezt 2 órán keresztül a kezembe tartom? Hát az már lehet, hogy kezd nehéz lenni, kezd kicsit fájni az embernek a keze. És mi történik akkor, hogyha ezt 24 órán keresztül kell a kezembe tartanom? Akkor az már lehet, hogy nem is tudom tartani a kezembe, mert annyira el fog fáradni, és annyira fájdalmas lesz a kezem számára. És ugyanígy mondta a tanár a diákoknak, hogy a probléma a negatív fókusszal nem az, hogy mi meditál az ember átmenetileg. Mert ugye lehet, hogy nem tudjuk mindig irányítani, hogy mi van az elménkben. Olyan sok minden átmehet az elménken. De hogyha az csak 1-2 percig tart, akkor nem lesz nagy eredménye. De hogyha valaki ezt a negatív meditációt tartja 1-2 órán keresztül, akkor kezd fájdalmat okozni neki. És hogyha ezt napokon, heteken, vagy akár hónapokon, éveken keresztül tartja, akkor már komoly problémát fog okozni. Tehát, hogy mindannyiunkkal előfordul, hogy vannak negatív dolgok az elménkben. És ugye jönnek-mennek a gondolatok. Ezzel önmagában nincs probléma. A probléma, hogyha tartjuk az elménkben ezeket a negatív gondolatokat. Tehát, hogy a fókusznak pozitívnak kell lenni, és lelkinek, és nem negatívnak. Tehát, hogy ez nagyon fontos ezzel kapcsolatban. És szeretném még egy analógiával bezárni, a kötéltáncosnak az analógiájával, hogy ugye a kötéltáncos próbál egyensúlyt tartani, amikor sétál a kötélen. És a mi életünk is egyfajta kötéltánc, annyifajta kötelességünk van, családi kötelességek, munkai kötelességek, iskolai kötelességek, lelki kötelességek, rengeteg dolgunk van. És néha úgy érezzük, hogy ezek a dolgok gyakorlatilag betemetnek bennünket, hogy nem tudunk mindennek megfelelni, nem tudunk egyensúlyt teremteni az életünkben. De ugyanúgy, ahogy egy kötéltáncos 2 dologra figyel, az egyik, hogy próbál egy rúddal egyensúlyozni, hogyha egyik vagy másik oldalra kibillen, akkor próbálja korrigálni ezt az egyensúlyvesztést, és a másik, hogy arra fókuszál, ahova menni szeretne. Mert amikor arra fókuszál, ahova menni szeretne, akkor könnyedén el tud menni. De hogyha elkezdene lefelé nézni, hogy mi a távolság a föld és a kötél között, akkor elkezdene szédülni, és nagyon könnyen leesne a kettőről. És ezért nekünk is kell egy pozitív fókuszt tartanunk, arra fókuszáljunk, amit el akarunk érni, és ne arra fókuszáljunk, hogy mi az, amit nem akarunk elérni, milyen akadályok vannak. Természetesen akadályok vannak, vannak problémák, de ezek gyakorlatilag kihívások, amik segítenek abban, hogy elérjük a célunkat. És hogyha ezt meg tudjuk tartani, hogy egy pozitív fókuszt tartunk az életünkben, amit el akarunk érni, próbálunk ezért erőfeszítést tenni, amennyi tőlünk telik, és bízunk a legfelsőbb személynek, Krisnának az elrendezésében, aki gyakorlatilag az egész
anyagi világnak és a lelki világnak az irányítója, akkor a vágyainkat be tudjuk teljesíteni frusztráció nélkül. Köszönöm szépen a figyelmedet, és látod, még egy pár percig én is tudtam tartani ezt a pohár vizet. Köszönöm szépen, Hare Krishna!